A Kisebbségi Jogvédő Intézet abban bízik, hogy a román legfelsőbb bíróság április 9-ére várható határozata után hazatérhet a családjához a terrorizmus vágyával elítélt és fogvatartott Beke István és Szőcs Zoltán. A két magyar elítéltet ma meglátogatta a feketehalmi börtönben Csóti György, a szervezet igazgatója. A terrorizmus vádjával bebörtönzött fiatalok ítéletének eltörlését várja a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója az április 9-i bukaresti tárgyalástól. Csóti György a feketehalmi börtön előtt tartott sajtótájékoztatón kifejtette, bizonyítékok hiányában elképesztő jogi szabálysértésekkel ártatlanul ítélték el azt a két kézdivásárhelyi fiatalembert, akire tavaly nyáron 5-5 év fegyházbüntetést róttak. A Beke István és Szőcs Zoltán ügyét kezdetektől figyelemmel kísérő intézet igazgatója úgy véli, nem csupán kettőjük, de az egész erdélyi magyar nemzetrész ellen koncepciós per folyik. Románia nem tudja megoldani a nemzetiségekkel kapcsolatos problémáit, tette hozzá a Kárpát-medencei Autonómia Tanács titkára. Mi egyértelműen úgy gondoljuk, hogy ők politikai foglyok, és itt Romániában úgy véljük, és sok jel mutat erre, hogy a magyarokat, de különösen azokat, akik az autonómiáért síkra szállnak, nemzetbiztonsági kockázatként kezelik. Ami ugye nyilvánvalóan helytelen. Amennyiben a két székely fiatalember jogorvoslati kérését elutasítják, a Budapesti Jogvédő Intézet európai parlamenti képviselők segítségével kezdeményezni az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkelye szerinti eljárás megindítását Romániával szemben. Továbbá követelik a rendszer szintű jogsértés sorozat megállítását. És most kapcsolunk Kézdivásárhelyre, ahol ott van Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója. Jó estét kívánok! Még mielőtt a börtön látogatásról kérdezném, előbb arra lennék kíváncsi, hogy épp ezekben a percekben találkozik Beke István és Szőcs Zoltán családtagjaival. Őket hogyan viselték meg a történtek szeretteikbe börtönzése? Köszöntöm a Echo Televízió kedves nézőit. Hát egy ilyen esemény egészen biztosan kívülállók számára is nyilvánvaló, hogy nagy, mély megrázkódtatás minden családtag számára, de hősiesen és emelt fejjel viselik ezt a sorsot, mind a raboskodó két fiatalember, Beke István és Szőcs Zoltán, mint pedig a családtagjai. Egyszerűen azért, mert tudják, hogy ártatlanok, semmi bűnt nem követtek el, tudják, hogy csak célszemélye a két fiatalember a titkosszolgálatnak, a román titkosszolgálatnak, és rajtuk keresztül az egész székely népet, az egész székely nemzetet akarják megfélemlíteni, hogy ne kérjenek autonómiát, ne akarjanak magyar kultúrát ápolni és továbbfejleszteni. Szóval ők, és ez hihetetlen, hogy ilyen fájdalmas és megalázó börtön hónapok, sőt most már több mint egy év után, töretlen hittel, emelt fővel büszkén vállalják a sorsukat, bíznak abban, hogy az igazság győzni fog, mi is bízunk abban. Ők nem kérnek kegyelmet, azt mondták, hogy ők igazságot kérnek. És mi már előkészítettük, a Kisebbségi Jogvédő Intézet előkészített különböző akciókat az európai fórumokon, az európai szintéren, hiszen olyan jogsértések sorozata következett be, amely alapvetően ellentmond az európai alapelveknek és az európai jogrendnek. Egészen pontosan csak egyet emelek ki, azt a tényt, hogy a jogerős ítélet kihirdetése előtt, röviddel előtte megváltoztatták a vádpontot, ráadásul olyan vádpontot neveztek meg, vagy fogalmaztak meg, amelyik nincs is a román törvénykönyvben, és ennek alapján ítélték el őket úgy 5-5 évre jogerősen, hogy a védelem nem kapott lehetőséget védelem előterjesztésére. Na most ez Európában elképzelhetetlen, egy jogállamban ilyen nem fordulhat elő, ezért minden nemzetközi fórumot igénybe vettünk és veszünk a jövőben is, hogy ez az esemény ne folytatódhasson tovább,
mi bizonyítottnak látjuk azt, kisebbségi jogvédő intézet, hogy Romániában rendszer szintű jogsértést szenvednek nemzeti hovatartozás alapján a román állampolgárok, nevezetesen azok, akik magyarnak vallják magukat. Erre utal a restitúciós törvényekkel kapcsolatos súlyos diszkrimináció sorozat, amivel már az intézetünk egy éve foglalkozik. Erre utal a székelyföldi polgármesterek ellen elindított különböző jogcímen, vagy különböző ürüggyel elindított perek, korrupció elsősorban és más témájú perek. Érdekes módon csak azokat a polgármestereket támadják ilyen módon, akik vállalják a magyarság érdekeinek a védelmét, a magyar nyelv ápolását és a magyar ügyet egyáltalán magukénak vallják, nem csöndben kormányoznak, vagy nem csöndben vezetik az adott intézményt, hanem harcosan fellépve a magyar érdekekért. Csóti úr, azt tudjuk, hogy ugye április 9-én tárgyalják a két magyar fiatalember ügyét a bukaresti felebbviteli bíróságon. Milyen forgatókönyvre számítanak, vagy forgatókönyvekre? Hát kettő lehetséges. Az egyik az, hogy eltörlik a másodfokú ítéletet, hatályon kívül helyezik, és az elsőfokú ítéletet, amely felmentést hozott a terrorizmus és az államrendelleni tevékenység kérdésében, miután semmiféle bizonyíték nem állt rendelkezésre, és azonnal szabadlábra helyezik a két fiatalembert. A másik forgatókönyv az, hogy felfüggesztik a másodfokú ítéletet, és újra tárgyalást rendelnek el, ezzel párhuzamosan természetesen szabadlábra helyezik a két fiatalember. Mi nagyon bízunk abban, hogy ez fog bekövetkezni, bízunk abban, hogy az igazság győzni fog, és meggyőződésünk az, hogy ennek az ügynek érdemben igazság oldalán történő megoldása már nem csak a magyar nemzet érdeke, nem csak a két fiatalember érdeke, hanem a románok érdeke is, hiszen túlnőtt most már azokon a kereteken, amit itt titokban el lehetne simítani vagy intézni Erdély földjén. Itt most már világszerte, de legalábbis Európa szerte és az Atlanti-óceán túlsó partján is Amerikában ugye ki van, kikerekedett ez a történet, és ilyen módon nem hiszem, hogy Romániának érdeke lenne, hogy ne az igazság szerint ítélkezzenek április 9-én. Csóti úr, köszönjük. Én természetesen már megvettem a repülőjegyet, ott leszek ezen a tárgyaláson, és bízom a pozitív kimenetelbe. Mi is, és április 9-én a döntésről természetesen mi is beszámolunk. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt.